Boros Mihály vagyok, Pécset élek, és 11 éves vagyok. Akkor megnézzük, Marci? Uh-huh. Megnézhetjük. Jó, hát. Jó régen voltál. Marci a legjobb barátom. Nagyon szeretjük Marcival a James Bond filmeket. Írtam is egy történetet, egy James Bond történetet, és amit mindig leforgattunk. Őrült milliárdos szerepe, ez a kedvencem. Yeah. Szinte már születésünk óta, mióta az eszünket tudjuk, barátok vagyunk. Nagyon jó szívű is, sokszor vicces, nagyon jó barát. Melyik filmben volt így, pont így beletéve? A Casino Royale-ba. Ja, abba fél, és akkor ott megmerikezik, és fel fut az autóba szeretem, meg. Igen. Akkor... James Bondra. Ő James Bondra. Sok-sok videóra, ami megelettünk át. Nagyon játékos, nagyon, nagyon kis aranyos gyermek. Úgyhogy mi sokszor meglepődünk, hogy amikor leül a zongora mellett, hirtelen megkomolyodik, és hogy elkezd játszani, hogy honnan jön ez elő belőle. Mit fogsz játszani? Mit választottál? Chopin Azdur keringőjét. Chopint azért, mert ő a kedvenc? Hát szeretem nagyon Chopint. Misi, megkérdezhetem, hány éves vagy? Igen, 11 éves. 11, ú, de fiatal vagy még, azt a mindenit. Nem várok rád. Pedig érdemes lenne. Már óvodáskorában rajongtak érte a nők, olyan nagy szeme volt, és a szupermarketek, a mindenhol, hogy micsoda szeme van. Tudod mit, Misikém? Várok rád. Egyszerűen, hát erre születtél, nincs mese. Az egyéniséged, a tehetséged, amit kaptál onnan, valahonnan, mert jó Isten tudja tőleg csak. Hihetetlen alázat van benned. Az az élvezet, ami az arcodon, tehát minden egyes momentum, pillanat, hangnak megvolt a gondolata. Egy ívben volt az egész, onnantól kezdve, hogy bejöttél és ide fáradtál. Arra figyelj, hogy nagyon sokan fognak téged tanítani, mert biztos téged nagyon jól lehet tanítani. Mindenre figyelj oda, de aztán mindig azt csináld, amit belül hallasz. Köszönöm szépen. Mert ez nagyon csodálatosan megvan benne, tartsd meg. Köszönöm szépen. Ez a legfontosabb tanács szerintem is. Annak idején Reiner Leónál történt állítólag az az eset, hogy megkérdezte valakitől, hogy mondták már magának, fiam, hogy tehetséges, mire? Igen, tanár, ne higgy el, édesfiam, ne higgy el. Nos, hát én le akarlak itt beszélni erről a zongorázás dologról, mert annyian zongoráznak, nem tudom, hegedüléssel te nem próbálkoztál? De hegedülök is a zongora mellett. Hegedülsz is? Tényleg?
Te jártál már külföldön és versenyeken? Igen, voltam külföldön. És merre jártál, kiknek játszottál? Hát voltam a római módszerzongora versenyem, és Németországban, Berlin mellett, és úgyhogy... Na és milyen eredménnyel? Hát azért... Rómában lettem első. Figyelj, több kérdésem nincs. Kezdjél el hegedülni, légy szíves. Sokat szeretettel. Tudod, mit jelent ez? Tudod, nagyon jó. Nyugtass meg, hogy hegedülni nem tudsz annyira, mint zongorázni. Így van. Jó.